Bölcsvár, hirdeti a tábla a Budai Várban található egykori városháza műemléki épületén. A Nemzeti Bank egyik alapítványának oktatási központja működik majd itt, erre utaltak az elnevezéssel is. Az épületnek az oktatási tevékenységen túl a jegybank elnök szerint szimbolikus jelentősége is van. Milyen szép jelkép az, hogy a Szentháromság tér és a Szentháromság utca szomszédságában, metszéspontjában, az Úri utca, Úri él, tehát Isten fénye körében található ez az épület. A 4 milliárd forintból felújított épületben egy étterem és egy kávézó nyílt. Mindkettőt a Zsidai család cége működteti. Az üzlethelyiséget a jegybank alapítványától bérlik, 580 négyzetmétert összesen 1 millió forint plusz áfáért. További 1 millió forint plusz áfát pedig rezsire fizetnek be, mindkettőt havonta. A Párbeszéd politikusa szerint aggályos, hogy nem tudni, mi alapján lett ennyi a bérleti díj, mivel nem volt közbeszerzés. Itt a Magyar Nemzeti Bank közpénzből megvásárolt egy középületet, és ezt közpénzből üzemelteti, és úgy adta ki ezt a helyiséget, hogy nem volt közbeszerzés, nem volt pályáztatás, egész egyszerűen egy ismerősnek, havernak oda tolta ezt a lehetőséget. A politikus szerint ráadásul az így kialakult bérleti díj kisebb, mint amennyi a kerületben megszokott. Ha valaki az önkormányzattól bérelne üzlethelyiséget a Budai Várban, akkor egy négyzetméterért több mint 4000 forintot kellene fizetnie havonta. A jegybank azonban nagyvonalúbb, alapítványának új oktatási központjában alig 2000 forintos négyzetméter árat kér. Kerestük az ügyben a jegybanki alapítványok vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t, hogy megtudjuk, mi indokolja az eltérést. Azt írták, hogy a Zsidai csoport által fizetett bérleti díj nagyságrendileg azonos összeg az első kerületi önkormányzat által meghatározott bérleti díjjal.